És ahhoz képest én nekem az a tapasztalatom, hogy pont azok az emberek, akik kiemelkednek, pont azok az emberek, akik valahogy máshogy csinálják, máshogy gondolják, belemernek vágni, kimerik próbálni, ahogy te is kimerted próbálni, még akkor is, hogyha nem tudtad, hogy pontosan mi az, amiben ugye beleszállsz. Az egészségünket, a jövedelmi helyzetünket, az életünk alakulását mind-mind befolyásolja, hogy mi mit gondolunk, hogy egészséges gondolataink vannak. Az életünkben hogyan reagálunk majd a későbbiekben. Szinte minden eseményre nekünk van beállítva egy gondolatmenet. Egy győztes sorskönyvünk van, vagy egy vesztes sorskönyvünk van. És ugye magát a csatornát szoktam így, meg ezeket az interjúkat egy kicsit így bemutatni, olyan mestereket, olyan mentorokat mutatok be, akik tudnak ugye segíteni, tudnak tanácsot adni, tudnak tippet adni, hogy hogy csinálják a fiatalok, hogy tudnak kijönni abból, amiben vannak, vagy hogy tudják elérni azt a célt, amit szeretnének. Igen, is mentem is, kerestem ezeket az embereket. Nem mondom, hogy agresszíven, talán túlzóan, de igenis próbáltam ott lenni, és próbáltam úgy helyezkedni, hogy minél többet tudjak olyan emberek társaságába tölteni, akik jó hatással vannak rám. Azt tudtad egyébként, hogy a Lead Yourself-nek ugye a szlogénje az egyik, az a vetkezett be az irányítást, ami tulajdonképpen lehetne vetkezett be a vezetést is, mert igazából erről szól, amit mondtál, hogy igenis vállalja az ember a felelősséget az életéért, és tegyen azért, hogy változzon. És tegyen azért, hogy olyan legyen, amit ő szeretne. És én rájöttem, hogy a pénznél azt talán egyel még fontosabb, hogy érezzük magunkat napközben, este, mikor lefekszünk, mikor fölébredünk, és ugye a beállítottságunk az, hogy a környezetünk hogy viselkedik. Vagyon azért úgy épül föl, hogy először meg kell fognom, össze kell szorítanom a nadrágszíjat, hogy valamennyi pénzt össze tudjak spórolni. Ugye a spóroláson van a hangsúly. Én gyerekkoromban, én nem tudtam, hogy ez lesz a szakmám, de én gyerekkoromban is, ha kaptam kis zseppénzt, én azt félreteszegettem, és egy nagyobb valamit vettem meg belőle. Azt tapasztaltam, hogy egyrészt nagyon jó szerintem az a hozzáállás, hogy fiatalon, amíg meg tudok fogni kiadásokat, és utána azt jó helyre tudom befektetni, akkor abból később nyilván sokkal több mindent tudok megengedni magamnak. Jó befektetésnek mi az, amivel érdemes elindulni? Mert én azt látom, hogy sok embernek ezzel is azért nehézsége, problémája van, hogy oké, megtakarítok pénzt, van havi, mit tudom én, 30-40-50 ezer forintom, de azt hova tegyem? Mit csináljak? Tegyem állampapírba? Tegyem be a bankba? Tegyem be a malacba? Vagy te hova tegyem? Keményet fogok kérdezni. Igen.